Legutóbb 2018-ban választottunk országgyűlési képviselőket Magyarországon. A következő választást április 3-án vasárnap tartják. Ekkor egyéni képviselőkre, valamint országos pártlistákra voksolhatunk. Így néz majd ki a pártlistás szavazólap, amelyen sorsolással döntötték el a sorrendet. Azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek állandó magyarországi lakhellyel, de külföldön lesznek a választás napján, a magyar konzulátusokon adhatják le szavazataikat az egyéni jelöltekre és a pártlistákra. Azok, akik magyar lakhelyel nem rendelkeznek, de kettős állampolgárok, csak a pártlistákra szavazhatnak, mondta 35 perc című műsorunkban Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. A jogszabály a különbséget a lakóhely szerint teszi. Akinek van magyarországi lakóhelye, az jogosult a pártlista vagy nemzetiségi lista mellett az egyéni jelöltre is szavazni a lakóhelye szerint, míg azok a magyar állampolgárok, kettős állampolgárok, akiknek nincsen magyarországi lakóhelyük, ők a népszavazáson is szavazhatnak, viszont az országgyűlési választásokon csak a pártlistára adhatják le a szavazatukat, és egyéni jelöltre magyarországi lakcím hiányában nem szavazhatnak. Ők viszont levélben is szavaznak. Ők viszont levél útján szavaznak, tehát ők levélcsomagot kapnak, azt kell kitölteniük, és azt adhatják le, vagy küldhetik vissza többféle módon, akár a konzulátusokon, akár magyarországi országos választókerületi választási irodákban, vagy pedig a posta útján. Matracok a Záhonyi iskola tornatermében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az orosz-ukrán háború miatt nagyon sok olyan önkormányzati intézményben is menekülteket helyeztek el, ahol egyébként szavazóköröket alakítottak volna ki. Ilyen esetben újabb helyeket kell a településeken alkalmassá tenni a szavazásra. Bízunk benne, hogy a helyzet addig rendeződni fog, de amennyiben továbbra is fennáll ez az állapot, és az érintett szavazóhelységekben menekültek elszállásolására fog sor kerülni, akkor a településeken, a helyi választási irodáknak lehetőségük van új szavazóhelységet kijelölni. Ez esetben az a többletkötelezettség párosul hozzá, hogy a választópolgárokat egy új értesítővel az új szavazási helyszínről tájékoztatni kell. Tehát előfordulhat, és az eljárásjog azt is szabályozza, hogy milyen további teendők társulnak hozzá. Úgyhogy a választópolgárok ebben az esetben is tudatában lesznek annak, hogy hova kell menniük szavazni. Április 3-án nem csak egyéni jelöltekre és pártlistákra szavazunk, de a gyermekvédelmi népszavazás 4 kérdésében is véleménynyilváníthatunk. A hivatalos papírokat egy borítékba lehet beletenni, így a szavazatszámláló bizottságok először szétválogatják az éveket, utána kezdhetik meg a munkát. Egy borítékot fog kapni minden választópolgár, a szavazólapokat összehajtva ebbe a borítékba lehet betenni, de nem kötelező betenni, és közös urnák lesznek, és a szavazás lezárultát követően a szavazatszámláló bizottságok feladata lesz a szavazólapokat szétválogatni, és utána a meghatározott sorrendben először az országgyűlési választások eredményeit, majd pedig a népszavazások eredményeit rögzíteni. Emiatt várhatóan a szokásosnál is később lehetnek meg az első eredmények az országgyűlési választásokon. A hivatalos végeredményeket pedig napokkal később állapítják meg a helyi és a területi választási bizottságok.